rózsa tövéből kihajtottam én. Hagytam, hogy a magas ég öntse rám a fényt. Vagy-e, nem vagy-e, hallasz, hallak-e? Nem szóltam, csak mindig bíztam én. Vagy-e, nem vagy-e, hallasz, hallak-e? Nem szóltam, de mindig bíztam én. Láthatatlan kezekből font koszorút a fény. Hiába is húzott a sors szakadék felé. Súgta, súgta, ne nézz vissza, itt az élet, vize tiszta. Nem szóltam, csak mindig bíztam én. Vagy-e, nem vagy-e, hallasz, hallak-e? Nem szóltam, de mindig bíztam én. Vagy-e, nem vagy-e, hallasz, hallak-e? Nem szóltam, de mindig bíztam én. Köszönjük Petrának, szépen. Isten Frieriknek nagyon igen. Szépen köszönjük. Augusztus 8-án lesz a koncertjük. Ez lesz Gubik Petra első koncertje egyébként. És most 2023 őszén pedig a Pretty Woman-ben láthatjuk majd, a musicalben, a Madách Színházban főszerepben. Hát imádjuk azt a filmet. A Pretty Woman egyébként igen? Igen, nagyon kíváncsi vagyok majd erre a darabra is. Szia Petra! Egybe a Pretty Woman-nel kezdte. Szia! Igen. És adta magát tényleg. Na, a mosoly az megvan hozzá. Igen, nem? Tehát azt gondolom mondtak sokan. Sziasztok! Szia, nagyon örülünk, hogy jöttet. Nagyon sok témánk van, és sok mindenről szeretnénk téged faggatni. Elképesztő energiák kellenek mindehhez, hogy tényleg az első koncert, a sok projekt, a Madách Színház. Mesélj nekünk erről, hogy például ez a főszerep, ez a felkérés mit jelent számodra a Pretty Woman? Fú, hát azt gondolom, hogy mostanában egyébként bár sok szerep megtalál, de ez most pont egy olyan darab, amire most azt hiszem, hogy kicsit szükségem is volt már. Nem csak azért, mert egy olyan kassza sikerről van szó, mint a Pretty Woman, a Micsoda Nő, ami azt gondolom, hogy a méltán híres film után mindenkit majd vonzani fog. Ez egy zenés színpadi átirat, amit a Madách Színház színpadán szeptember 15-én fogunk bemutatni Szirtes Tamás rendezésében. Nagyon-nagyon széles spektrum a szerep. Tehát nagyon sok minden, a komikától kezdve a lírai oldaltól nagyon sok mindent meg kell benne villantani. És egy nagyon jó lehetőség. Szerintem pontosan azért, mert sok embert vonz majd, ezért még inkább kihívás.
amikor van egy ennyire erős minta, mint ugye a klasszikus, amit is mondta a Pretty Woman, akkor nehéz ettől elvonatkoztatni. Mindig az elején szerintem az első 10 perc belül az ember, és akkor keresi ezt, és aztán jó esetben majd Petra elfeledteti ezt az egész dolgot Julia Roberts személyén. Ne, nem feltétlenül kell elfeledtetni, inkább csak arra gondolok, hogy hogyan tudod te ezt leválasztani, és saját képedre formálni a szerepet. Tudod, amikor egy szereppel elkezd az ember dolgozni és foglalkozni, akkor az valahogy önkéntelen is belőle épül fel. Tehát, hogy a saját élményeimből azok a mondatok, amik benne vannak a szövegkönyvben, az a te szádon jön ki, és akkor már egyszerűen teljesen átlényegülsz, és a végére akkora jó, hogyha nyilván, hogyha eléred azt, hogy az nem az van a fejedben, hogy ó, Julia Roberts, hogy mondta a filmben, hanem hogy belőled abban a pillanatban a partner által mi váltódik ki. És ez nagyon fontos. A színháznak az itt és most pillanata. Soha nem tudsz kétszer egymás után ugyanúgy csinálni valamit. Ez a partnered varázsa. Egyébként? Solti Ádám és Pesák Ádám. Ádámok. Ádámok lesznek. Hát igen, stílszerűen. Most, hogy így mélyebben elmerültél ebben a történetben, más fénybe került esetleg? Akár Julia Roberts által megformált karakter, vagy az egész történet, vagy hogy úgy voltak ilyen felismerések, meglepetések, vagy bármi, ami különleges volt számodra a próba folyamat során? Igen. Mégpedig az, hogy szerintem nagyon... Tehát abban van a varázsa ennek a filmnek, hogy az ember beül a képernyő elé, vagy a színházi székbe, és nagyon fontos, és függetlenül el kell vonatkoztatni mindentől, hogy tudj azonosulni az emberrel, akit nézel a színpadon. És egyszerűen, hogyha ezzel tudsz azonosulni ennek a mesének a főszereplőjével, akkor beülsz az első pillanatba, és az utolsóig tudsz menni vele. Ez nagyon fontos, ezt a hatást kell elérnünk. Na most előre vettük a Pretty Woman, de augusztus 8-án az első önálló koncerted lesz Temple Erikkel. Hogyan válogattad össze a dalokat? Sajátok is lesznek, feldolgozás is lesz, szép kis estére készülsz, vagy készültök. Igen, hát reméljük, hát mindent elkövetünk annak érdekében, hogy egy nagyon különleges estét adjunk a nézőknek, a hallgatóknak. Az Erikkel bevállaltuk azt, hogy 100 zongorával csinálunk egy koncertet Szentendrén, a Városháza udvarán. Augusztus 8-án 20 óra 30 perckor fogunk kezdeni, és saját szerzemények, olyan dalok, amik az életutamban, ideig vezető utamban, pályámon nagyon meghatározóak voltak, mérföldkövek voltak, amik valahol valami olyan fontos állomás volt, amire azt tudom mondani, hogy tanított az élet, vagy sokat adott. Olyan előadóknak a dalai, akik számomra példaértékűek, akár Katona Klári, Cserháti Zsuzsa. Szóval egy nagyon összetett és fúzionális estével készülünk, és nekem ez most nagyon fontos pontja az életeg, az a pályámnak. És ez egy kitárulkozás is, meg nagyon őszinte, hogy így mesélsz róla. Egy-két ilyen fontos mérföldkövet vagy állomást meg tudsz nekünk említeni, vagy tudsz mesélni róla az életedben? Én azt gondolom, hogy én most megértem arra, hogy kendőzetlenül és őszintén amúgy is ilyen típus vagyok, de hogy egy saját koncertet adjak a hallgatóimnak, a nézőknek, és nekem nagyon fontos az, hogy saját dalokat is előadhassak. Ez azért is lesz különleges és egyedülálló, mert szeretném, hogyha a nézők azt éreznék, hogy teljes mértékben bennfentessé válnak az este folyamán. Be kell őket szögeznünk a székbe. A színházi munkáimból is szeretnék picit megvillantani, igyekszem majd így blokkosítani az estét. Szeretném megmutatni a sokszínűségemet, de mégis azért nem össze-vissza csapongva. Igyekeztem olyan dalokat választani, amik tényleg belőlem szólnak majd. Nem tudom, 2024 kinek mennyire van betáblázva, én így gondolkodtam, nekem még nagyon sok minden nincs beírva a naptárba, de neked igen, ha jól tudom, akkor Balázs János zongora művésszel is lesz egy estetek, vagy egy fellépés a Cifra Fesztiválon. Így van, hát a Jánossal, azért... igen. Ez egy szintén nagyon fontos pontja az életemnek. Hú, a szél az nem kedvez nekünk. Ó, azt figyeld, és megtámadott itt az akkor is. Na nézzenek oda. Élő adásban, élő növények. Őrületes. Még egyszer, ez nem történt. Szóval, hogy igen, az univerzum jelez nekünk. Ez tényleg nagyon fontos lesz, mert a János a Kossuth zongoraművészről van szó. Ez már egy olyan együttműködés lesz, amire szerintem így egész életemben emlékezni fogok, és vártam. Cifra György életét dolgozzuk fel egy kicsit nagyon rendhagyó módon a Cifra Fesztivál keretein belül, és ketten leszünk a színpadon.
egy zongora, most valamiért ez az egyszerű letisztultság jellemezés, én ennek nagyon örülök. Pont ez jutott eszembe, hogy így mesélsz ezekről a tervekről. Petra, nagyon örülünk, hogy jöttél hozzánk. Köszönjük szépen. Mielőtt elfúj minket a szél.